Győrságon lakunk, ez Győr mellett egy kis település. 200 tyúkunk van, ugye hagyományos módon tartjuk a tyúkokat. Majd divatos nyelven szólva kapirgálós tyúk. Úgy gondoljuk, hogy mi is így hozzájárulunk egy kicsit az egészséges életmódhoz, akik fogyasztják a tojásainkat. Hát ugye mellette van mind a kettőnek főállása, a feleségem mellett pedig söpült is kötök, úgyhogy teljes mértékben mi foglalva, és ugye ez is azt látom, hogy a söpülköt is teljes mértékben ilyen kézműves dolog, úgyhogy ezekhez vonzódunk és szeretjük, és ugye ez is ragaszkodunk így ezekhez a hagyományos minden dolgokhoz, a tyúkot is így hagyományosan tartjuk, mint az őseink, meg a nagyszüleink úgy mondván. Egész nap szinte kint vannak, ugye hajnalban kezdjük az etetést, ugye akkor kiengedjük őket, ugye akkor etetés itatáson, van egy kapirgálós részükként, ahol porfürdőzhetnek, és utána este sötétedéssel ülnek be, ugye, mert ragadozó ez az, ugye, hogy kárt legyen bennük. Nem úgy kint lennének éjszaka is. Hozzánk csak azok a gazdák csatlakozhatnak, akik a tyúkokat szabadon tartják és egészséges takarmánnyal táplálják őket. Ez azt jelenti, hogy szeretnénk elkerülni mindenféle olyan hozzáadott adalékot a takarmányban, mint az antibiotikumok, a gyógyszerek, a hormonok, a szóják. Szeretnénk, hogyha a takarmányba kevert fehérjét is minél inkább környező helyeken termelt növényekből állítanak elő, ilyen a takarmányborsó vagy a lucerna. Zöldet adunk nekik, ugye, mert már zöld területre engedtük ki először őket, de hát egy 3 hét körülbelül is csontig letakarították, úgyhogy most már pótoljuk a zöld takarmányt kaszálással, majd kell, amit gyomlálunk. Ugye vannak földjeink, ugye, mert visszatérve a söpülköt és a cirkot is mi termesztjük, úgyhogy vannak területeink, úgyhogy meg tudjuk a takarmányt is termelni. Hát nem is teljesen, de a jó részét megtermeljük. Azáltal, hogy a kistermelői munkának az értékét és a megélhetés lehetőségét felemeljük, egyúttal azt is várjuk, hogy egyre több család tud együtt otthon maradni. Azt gondolom, nagyon sok gyerek megirigyelni annának a gyerekkorát. Ha megyünk tojást szedni, akkor ő ott van a nyomba, és akkor jön és ragaszolik hozzá, hogy jön be a pitikhez, és akkor szedi a tojást. Ugye így van többi állatnál is, úgyhogy jön segít is. Aktív részes a etetésnek, meg a tojásszedésnek is. Akármikor eljöhetnek a velük is, és megnézhetik, hogy tényleg úgy tartjuk el a tyúkot, ahogy mondjuk. Úgyhogy előtte állunk, bárkit bármikor szívesen látunk, és megnézhetik az állományt.